1823-ban az Emberbaráti Egylet nyitotta meg az első olyan magánkórházat Szombathelyen, amely már nem elfekvőként működött, hanem a betegek gyógyítására specializálódott. Keppel Csilla nagyapja, Schmidt Lajos sebész 1946-tól 3 éven át elnökként irányította az egyletet, és ő volt az intézmény utolsó igazgatója. Megmentette a kórház fontos dokumentumait, amelyek most a Schmidt Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Történész unokája a Test és lélek a Habsburgok árnyékában című kötetéhez ezeket a forrásokat használta fel. Szombathelyi Emberbaráti Egylet kórházának protokollumai azok, hogyha elkezdi az ember olvasni, több hónapon keresztül igénybe veszi az ember munkaerejét, munkaidejét. Így erre soha nem került sor, és gyakorlatilag én egy szülési szabadságot használtam föl arra, hogy ezeket az egyleti jegyzőkönyveket átolvassam, feldolgozzam és közzétegyem. A kötetet szerdán mutatták be a Berzsenyi Dániel könyvtárban. Elsőként László Győző köszöntötte a megjelenteket. Egy komplex szakmai és lenyűgözően érdekes alkotást tarthatunk majd a kezünkben, mely egyszerre tudományos munka, helytörténeti alkotás és izgalmas olvasmány is egyben. Köszönet a kutatásért, a szakmai munkáért és azért, hogy ezzel az alkotással a Szombathely történetének fontos szegmensét is ismerhetjük meg. A könyvbemutatót Goda Máté egyetemi hallgató verssel Káldi Márton a Művészeti Szakgimnázium növendéke hegedű szóval színesítette. A szerző maga beszélt a kötetről, összefoglalta kutatásait, bemutatta néhány értékes forrásanyagát, és elmondta, hogy a családi érintettség inspirálta őt a könyv megírására. A bemutatót pódiumbeszélgetés követte Horváth Boldizsár professzor, orvostörténeti kutató, Fűzfa Balázs irodalomtörténész és Keppel Csilla részvételével, Spiegler Kutasi Nikoletta könyvtáros vezetésével.